Köszöntöm a Kaposmenti magazin nézőit. Jágónakon hamarosan megújul a temető több szeglete. Utakat tesznek rendbe, új hűtőberendezést szereznek be, közvilágítást építenek ki. Mindezt a Magyar Falu program támogatásának és egy nyertes LEADER pályázatnak köszönhetően. De készül a település a második fél év rendezvényeire is, hogy a lakóknak ezzel is megköszönjék a koronavírus járvány alatt tanúsított fegyelmezettségüket. 18 éve vesz részt a település irányításában Lőci László, ebből 4 évig képviselő volt, és már 14 éve polgármester. A mindössze 250 fő lélekszámú Jágónak Dombovártól 7 kilométerre fekszik, 3 megye határán. A település előregedőnek mondható, ezért az önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja az itt élő időseket, és ösztönzi a fiatalok letelepedését, helyben maradását. Nagyon sok fiatal beköltözött Dombovára, környező településekre, ez mind attól függ, hogy ki hol talált magának párt. Nagyon kevés gyereklétszámmal rendelkezünk, de mind óvodások, mind iskolások kapott szekcsőre járnak óvodába, iskolába. Ugye az iskola az Kliknek a fenntartásában van, az óvoda az közös fenntartásban van kapott szekcső településsel. Külön az önkormányzatok letelepedési támogatása nincs, viszont január 1-e utáni testületi ülésünkön hoztunk egy olyan döntést, hogy minden itt született gyermek után 30 ezer forint támogatást nyújt az önkormányzat a fiatalok számára. Lehet, hogy nem sok, de a mi költségvetésünkhöz képest azért egy nélvadó tétel. Várjuk is, hogy szülessen több fiatal, szeretnénk is őket támogatni, amennyire az önkormányzatnak a költségvetése engedi. Minden évben meg szoktuk tartani az idősek napját. Idén is szeretnénk, ilyen 80-90 fővel szokott lebonyolódni ez a rendezvény. Itt vendégül látjuk az időseket vacsorával, itallal, zenés műsorral, sőt minden évben egy sztárvendéget az ő korosztályukhoz mértan szoktunk hívni, amelyek nagyon szoktak örülni, és a végén, hogyha mennek el, akkor még meg is szoktuk őket ajándékozni. A vírushelyzet szerencsére nem viselte meg Jágónak lakosait, már az őszi és téli rendezvények igényesebb kivitelezésén dolgoznak, amivel talán kárpótolni lehet az itt élőket az elmaradt tavaszi és nyári programok miatt. A vírushelyzet az, megmondom őszintén, a kis települések egészen másképp élik át a járványhelyzetet. Nálunk annyira, nem lehet mondani, hogy annyira be kellett volna zárkózzunk, mivel, mint mondtam, hogy kis lélekszámmal vagyunk a település életében. Nem nagyon volt nekünk akkor nagy változás, hogy most éppen be kellett zárkodnunk. Természetesen az óv intézkedéseket megtettük, település lakóit kiértesítettük, és ugye a szabályokat, amit ugye a kormány előírt, azt mindent megpróbáltunk betartani. Egyetlen egy alkalommal volt az, hogy egy fiatal úriember ugye kint Németországban egy fuvarozó cégnél kamionsofőrködik, de ő is hazajött, és mindenféle mondás nélkül ugye karanténban, önkéntes karanténban ment a családjával együtt, úgyhogy nekünk végül is ebből olyan nagy probléma nem volt. Falunapot szoktunk tartani minden július 2. szombatján. Koronavírusra való tekintettel le kellett mondunk mindenféle fellépést, holott már két sztár vendéggel is volt szerződésünk, lemondtuk, és úgy döntöttünk, hogy szeptember végén szokott lenni a településen a nyálzáró ünnepség, most ezt egy kicsit feljavítjuk, van már a fellépőnk is, aki fel fog lépni, ez egy szeptember 25-én péntek délutáni rendezvény lesz a településnek, és akkor egy utca ballal fog zárulni. Gyerekeknek ugyanúgy ringlispilt, óriás csúszdát fogunk biztosítani, és mindenkit ugye egy vacsorával fogunk várni. A faluban is zajlik közmunkaprogram, és több sikeres pályázat megvalósításán is dolgoznak. Közmunkaprogramban jelenleg 5 fő alkalmazunk, 6 fővel voltunk, az egyik úri ember az most ahol a belejével felmondott, hála jó Istennek, talált magának jobb munkahelyet, jobban fizető munkahelyet.
Most jelenleg 5-tel vagyunk, ugye hó végén szeretnénk pótolni még azt az egy főt, abból van egy óvoda kísérletünk, mivel ugye nem Kaposszegcső, vagy nem Jágonakon nincs óvodánk, így Kaposszegcső jár, és akkor így biztosítja az önkormányzat a felügyeletet a gyerekeknek a kísérletébe. Többi munkásokkal ugye a mindennapos faluban lévő munkálatokat végezzük el, fűnyírás, takarítás, szemétszedés, épületeknek a rendbetartása, akkor buszmegállóknak a takarítása, téli időszakban ugye a tűzifavágás, szociális tűzifa kiosztás, és ugye határunkban is azért elég sok földes út van, amit ugye rendbe kell tartani, árkok, ilyesmi, azokkal a karbantartásával foglalkozunk. Magyar Falu programban nagyon sok próbálkozásunk volt, amit azt lehet mondani, az első nyert pályázatunk az a temetővel kapcsolatos, oda nagyon régóta szerettünk volna közvilágítást kiépíteni, ez most ebben a program keretében sikerült, 6 darab napelemes lámpatestet tudtunk kihelyezni, és ezzel a pályázattal kapcsolatban egy új halottas hűtőt is beszerzünk, annak még az még folyamatban van, és a temetőben az utat szeretnénk újból egy kicsit felújítani. Ez a Magyar Falu program, és ezzel kapcsolatban van még egy temetőfelújításos pályázatunk, ez egy LEADER támogatottságú, 4 millió forintot kaptunk a ravatalozónak a felújítására, úgyhogy most itt a nyilászárók, teljes infrastruktúrális felújítás alatt lesz a ravatalozó. Lőczi Lászlót kérdeztük az elmúlt 14 év sikereiről. Szerényen azt válaszolta, mindenért meg kellett küzdeni, ami ma a faluban látható. Mire vagyok legbüszkébb? Hát, szinte mindenre. Aki tudja a kis településeknél, hogy mennyire nehéz hozzájutni dolgokhoz, mennyit kell lobbizni, vagy éppen testületet az embernek maga mellé állítani, vagy éppen az embereknek a véleményét, mindenre büszke vagyok. 14 év alatt, hála jó Istennek, sikerült elég sok mindent elérnem, a tűzivíztározótól kezdve az új úthálózatunktól végig. Most ugye a ravatalozó, vagy a temető is, ugye az mindenkinek egy olyan pont az életében, ahol ugye le fog zárulni mindenkinek az élete. Nagyon sok embernek hozzátartozója nyugszik itt. Annak a rendbetétel is nagyon fontos. Szinte minden fontos. Amit el tudtunk érni, mindennek örülünk. Mi a kicsitől a nagyig mindennek. És reméljük, hogy még ha nem is nagy dolgokban, de sok kis dolgokkal tudjuk itt egy kicsit élhetőbbé tenni a települést. Anna napi búcsút tartottak Dombóvár-Szőlőhegyi város részén. A reggeli szentmisét délután kulturális műsorok követték, minden korosztály megtalálhatta a kedvére való programot. Az estét retro diszkó zárta. Dombóváron idén első alkalommal sikerült nagyobb volumenű szabadtéri programot szervezni. A szőlőhegyi városrész búcsúja Szent Anna ünnepéhez kapcsolódik. A róla elnevezett kápolna előtt délelőtt szentmisét tartottak. Ma délelőtti szentmisén, amikor úgy körülnéztem, nagyon jó érzés volt látni azt, hogy ilyen sokan vagyunk, és az, hogy ilyen szépen rendben van a kápolna is környéken. Tudom, hogy sokan dolgoznak azért, saját kis szorgalmukkal hozzátéve a szaktudásokat, hogy ez a kis kápolna és környéke ilyen szép legyen. És én úgy gondolom, hogy évről évre erre nagyon-nagyon odafigyelnek azok a úgynevezett gazdái, mert van néhány olyan család, néhány olyan ember itt Szőlőhegyen, aki szívügyének tekinti, hogy rendben legyen. És tényleg azt mondom, hogy nagyon szépen rendben van tartva, és köszönjük nekik. Én nagyon örültem, hogy itt lehettem a szentmisén is, hiszen idén nem mehetünk egy Csíksomlyóra, és olyan érzésem volt, mintha ott lettünk volna egy kicsit lélekben. És ez a délután is csodálatos. Ez már hagyomány régóta, hogy itt Szőlőhegyen Szent Anna napkor búcsút tartanak. Olyan kellemes érzés itt lenni, a régi gyerekkori élmények jönnek elő. Én csak azt szeretném hozzátenni ez a mai naphoz, hogy önkormányzati képviselőként mindent meg fogok tenni azért, hogy Szőlőhegy ne Dombóvár mostoha gyereke legyen. Polgármester úr egyeztetve sok fejlesztést tervezünk ide. Pintér Szilárd polgármester elmondta, az önkormányzat több hasonló rendezvényt szeretne megvalósítani az egyes városrészeken. Ez egy kurta furcsa év a 2020, hiszen azt gondolom, hogy már július vége felé járunk, amikor az első rendezvényt meg tudjuk tartani.
Nagyon fontos célként kitűztük tavaly, hogy minden városrészben szeretnénk tartani egy olyan ünnepséget, egy olyan napot, amikor a helyiek identitását tudjuk növelni, és minden városrész fontos Dombóvár számára. A mai napot Szőlőhegyen töltöttük, reggel egy szent misével kezdődött a nap, amelynek ugye már több évre visszanyúló hagyománya van, Szent Kápolna, Anna Szent Kápolnához kapcsolódóan, Anna naphoz kapcsolódóan. A mai nap azt gondolom, hogy ebből a szempontból szerencsés volt, hiszen az időjárás kegyeibe fogadott minket. Tegnap előtt nagy esődések voltak, majd gyönyörűen sütött a nap. Ez a résztvevők számán is meglátszott, hiszen az emberek kikívánkoztak már közösségbe, illetve szerették volna szabadba tölteni az idejüket. A délutáni programot a Dombóvári Zenész Egyesület kis koncertje nyitotta meg, majd különféle műfajú fellépők színesítették a műsort. Egy kulturális programban próbáltuk színesíteni ezt a napot Szőlőhegyen. Egy picit talán rendhagyó módon, hiszen egy magasabb színvonalú kultúrába szeretnénk volna megjelenni, mint az előző években történt. Remélem, hogy ez a kezdeményezésünk teli találat lesz, és jövőre még többen lesznek, hiszen ez az első év, és amit mondtam, ez egy kurta furcsa az egész év, de mindezek ellenére nagyon örülök, hogy azért most is már sokan vannak, és remélem, hogy a fellépők előrehaladásával mindig többen fogunk lenni, és egy pici meglepetés is készítünk a helybelieknek, amit nem hirdettünk meg sehol. A helyi vállalkozóval összefogva az ő épületébe, ma még használaton kívül kisboltban, egy retro diszkóban szeretnénk zárni a napot, amely éjfélig fog tartani. Hát most már sokadik alkalommal kerül megrendezésre az Anna napi búcsú itt Szőlőhegyen. Hát a körülményekre való tekintettel mi nagyon-nagyon örülünk, főleg szőlőhegyiként, hogy megrendezésre kerülhetett most is, idén is. A zenei kínálat úgy gondolom, hogy változatos, tehát egészen a fúvó zenekarok által szolgáltatott kellemes hangvételű zenéktől, muzsikáktól elindultunk, most pillanatnyilag a musicalek világánál tartunk, de jártunk már például a francia sanzonok világában is, és egészen ismert dallamok egy kis rokkosabb feldolgozással zárul majd a mai nap. Szerencsére az időjárás is kedvezett a rendezvénynek, hiszen előző napokban heves esőzések voltak jellemzőek, de Anna napon kellemes nyári idő volt. A Dombóvári Ipartestület idén ünnepli fennállásának 130. évfordulóját. Noha ez a csoportosulás már nem az, ami 1890-ben volt, a célok ugyanazok. Munkát adni a szakmunkásoknak, népszerűsíteni a környékbeli iparosok munkáját és támogatni őket. Egy 610 oldalas gyűjtemény foglalja össze a dombovári és környékbeli egykor és ma élő iparosok egyedi munkáit, elérhetőségeit. A Gelencsér Gyula mérnök helytörténés szerkesztette a tanulmány, mintegy fele fotók és különféle dokumentumok segítségével ismerteti meg az olvasót ezzel a különleges világgal. 1890-ben alakult, nyilván Dombóváron. Az első alapszabály az 1894-ben készült, és akkor már 500 taggal rendelkezett az ipartestület, akik tulajdonképpen a Dombóvár és környéke faluból és egyéb településekről összeszedett iparosoknak volt az egyesülete. Az első elnök az tulajdonképpen Sell János volt, későbbiekben aztán Tigel Tamás, Lehőc Péter, Goldstein Bernát, Tamás Imre, ők alapították tulajdonképpen a Dombóvári Ipartestületet. Későbbiekben háború után, vagy háború előtt az Ivanics Antal, a villanytelep tulajdonosa volt az elnök, és Enczer István, asztalos mester. Szabó János, szabó mester. Ez az ipartestület 100. évfordulójára megjelentettünk egy könyvet, amit Gerencsér Gyula szerkesztésében és az ipartestület támogatásával jelentettünk meg. 610 oldalas kiadvány, ami összefoglalja a Dombóvár és környékén dolgozó iparosoknak nagy többségét, és ezt ünnepélyes keretek között adták át a Helytörténeti Múzeumnál. Az ipartestület tagja Kis László családi vállalkozása is, akik már 28 éve foglalkoznak a nyár kedvelt medőjének a készítésével. Fő tevékenységünk a sörfőzés, és a mellette van még a vendéglátás. 28 évvel ezelőtt vásároltunk egy technológiát a sörfőzdével, és eleinte világos söröket készítettünk, barna söröket, és a trendet követve gyümölcsös és fűszeres söröket is főzünk most már. Rengeteg versenyen megmérettettük söreinket, ahol elég jó eredményeket értünk el. Rendezvényekre jártunk az országba, több rendezvényen részt vettünk, megpróbáltuk egy kicsit Dombóvárt is
hírnevét is jobbítani, mivel hát hála Istennek jó minőségűnek mondják a söreinket és szeretik. A söreink az főleg alsóerjesztésű a technológiánk, tehát alsóerjesztésű söröket főzünk, úgynevezett láger söröket. A világos az pilzeni típusú, a barna sörünk is inkább keserű, mint édes. Ezen kívül még 25 féle sört készítünk, de nem mindegyik van mindig, hogyha elfogy, akkor időszakosan hiány van belőle. Mint számos más iparosnak, kiséknek is az okoz dilemmát, hogy jól menő és a környéken egyedülálló vállalkozásokat meddig tudják üzemeltetni, és ki lesz, aki átveszi majd a stafétabotot. De az az igazság, hogy az idő az elmegy fölöttünk, most jelen pillanatban az a legnagyobb gondunk, hogy hogyan tovább, hogy ki legyen az, aki majd esetleg viszi tovább, mert elértünk valamit, amit jó lenne, ha valaki folytatná, de még nem tudjuk, hogy ki fogja folytatni. Tehát most egy ilyen dilemmában vagyunk, egy pár évig ez el fog tartani. A sörkészítőket sem kimélték az idők során kialakult gazdasági változások. A dombovári sörfőzde viszont állta a sarat. A sörfőzdék számára az első nagy boom az 93-ban volt. Hát nagyon sok sörfőzde volt országosan, de ugye jött a jövedéki törvény és a múltik, így nagyon sok sörfőzde bezárta kapuit. Volt olyan időszak, amikor Dél-Dunántúlon 2 sörfőzde volt. Dombóváron volt, Sásdon volt, Magyar Széken volt, nagyon sok volt a környéken is, de sajnos nem tudtak életben maradni. Nekünk talán az volt a szerencsénk, hogy családi vállalkozásként csináltuk, és így nagyobb volt a teherbírásunk. Aztán a sörfőzdék számára most van a második nagy boom, most egyre több sörfőzde nyílik országosan, de hogy majd melyik lesz életképes, azt majd az élet fogja elhozni. Hát sajnos a mai világban már másképp működik az ipartestület, mint 1890-ben, mert a tagság már ugye nem kötelező, és állami támogatást, vagy bármilyen támogatástba mi nem részesedünk, amiből élünk, az pedig az ingatlanjaink kiadásából, bérletéből származó bevétel, más is a tagdíj, de hát az minimális, elenyésző. És a tagságnak sajnos kiöregszik a nagy része. Azt el kell fogadnunk, hogy már nem 1890-et írunk, az iparosok élete sem olyan már, mint régen. Viszont emlékezzünk nagyjainkra, akik értéket hoztak létre, és becsüljük meg azokat a mesterembereket, akik a mai világban is képesek fenntartani egy tradíciót, vagy innovatív ötleteiket képesek kemény munka árán megvalósítani. Pingpongozni mindenki szeret. Ha az ember meglát egy pingpongasztalt, ütőt és labdát, mindjárt játszani támad kedve. Szabályosan játszani viszont kevesen tudnak. Dombóváron nagy múltja van az asztali tenisznek, a játékosok különböző szinteken versenyeznek igen szép eredménnyel. A Szuhai Sportcentrumban tartja edzéseit a Dombovári Asztali Teniszklub heti 3 alkalommal. A sportegyesület és a pingpongozás története régre vezethető vissza a városban. Dombovári Asztali Tenisznek a története 1949-ben alakult Dombováron. Az első asztali tenisz egyesület. Lehet, hogy előtte is már pingpongoztak, de versenyszerűen alapították meg Békefigyőri bácsik. Alapították. Nagyon sokáig Tolna megyei bajnokságban szerepeltek. Kisebb-nagyobb változatos sikerekkel. Nagyon sok játékos elment Dombováról. Dunaújvárosba, Kaposvárra, NB1-be, tehát nem rossz munka folyt Dombováron. Az újkori történet 1990-es évek végén megnyert a csapata a megyebajnokságot, feljutottak az NB3-ba, és a 2000-es évek elejéig folyamatosan NB3, NB2, és a legjobb eredmény az NB1B szerepeltek, negyedik helyen végzett a csapat. 2000-es évek elején utána sajnos feloszlott a csapat, mindenki elment más helyre, és visszajöntünk a megyebajnokságba. Baranya megyében, mert Tolna megyében sajnos nincsen megyebajnokság. A Dombovári Vasutas Munkás Sport Egyesület, amely a városban működő különböző szakosztályokat fogta össze, 2010-ben megszűnt. Ennek eredményeképp az egyes sportágok egyesületi formát öltöttek, és így működtek tovább. A DVMS-ének voltunk egyik szakosztálya, akkor lépnünk kellett, és 2011-ben megalapítottuk a Dombovári Asztali Tenisz Klubot, ami azóta is működik. A Baranya megyebajnokságban szerepelünk, az első csapatunkkal. Idei évben az első helyen zártuk a bajnokságot, de sajnos félbe szakadt, tehát nagyon bántuk, nem tudtuk, hogy mi lett volna a bajnokság végeredménye.
Másik csapatunk a Sázsdi járási bajnokságban szerepel, ők az 5. helyen végeztek, vagyis hát álltak, mikor véget a bajnokság, lefújták a bajnokságot. Célunk továbbra is az, hogy szeretnénk megnyerni a bajnokságot, és ha minden összejön, akkor szeretnénk NB3-ba fellépni. Vannak fiatal, nagyon jó játékosaink, fejlődő játékosaink, 2-17 évesünk van, akik a megyebajnokságban 80-85%-os teljesítményt nyújtanak, és ők remélem csak jobban lesznek. Van egy 12 éves játékosunk, aki pár év múlva szintén ilyen szinten fog tudni játszani, és akkor szinte saját csapattal, saját nevelésű játékosokkal az NB3-ot fogjuk megcélozni. A sportolók ingyen használhatják az önkormányzati tulajdonú termet, ami nagyban megkönnyíti a felkészülést, mondta el Kocsis Károly elnök. Egy évben 2 versenyt szervezünk, ezek ilyen régiós versenyek, 70-80 fő szokott részt venni rajta. Most 2 hete tartottuk a szezonzáró versenyünket, ahol 148 induló volt, borzasztó sokan voltak. Ez is mutatta, hogy az emberek nagyon szeretnek pingpongozni, és nagyon hiányzott nekik a pingpong, azt, hogy nem játszhattak. Nagyon sok olyan játékos volt, aki most játszott először március óta. És öröm volt nézni, hogy ilyen sokan eljöttek. Mai edzésünkön a Kaposvári AC csapatát fogjuk vendégül látni. Felvettük velük a kapcsolatot, nagyon szívesen elvállalták, hogy eljönnek egy edzőmérkőzésre. Mi is kipróbáljuk egy közepes NB3 középcsoportjába tartozó csapattal, mire vagyunk képesek. A pingpong könnyűnek látszik, s talán nincs olyan ember, aki ne próbálta volna már ki életében, de aki szabályosan akarja űzni ezt a sportágat, annak bizony sokat kell gyakorolnia. Kiemelt sportágakkal mi nem tudjuk felvenni a versenyt. A pingpong az egy olyan sportág, amit mindenki szeret. Mindenki csinálja, elmegy táborba, elmegy bárhova, van egy pingpongasztal, ütőt fog is játszik. Amikor már kell jönni edzésre, és akkor úgy kéne fogni az ütőt, ahogy versenyszerűen kell fogni. Nem úgy, ahogy ő az utcán meg a táborba csinálta, akkor már sok gyereknek nem tetszik. Hát ez a probléma. Szeretik a pingpongot, de nem egyszerű játék. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!